Én még ezt a burgonyát fölvágom, ezt a vizes parkot, addig lehet, hogy játszom jobban. Jó, de akkor hagyj, hogy kérdezem, hogy mi az a kombó, Robi? Tehát a kombó, hogy kell egy kombó. Jó, elkérdezem, várjon. Jobban szeretem, csak a hülye hangzik, hogy a hagymavágás rágyőnyenje. Nyenje. Tehát ezért nem lehet kimondani, ezért maradt a hagymavágás Schumacherje. Igen. Na, a burgonyát fölvágjuk és ilyenkor begyújtjuk a sütőt. És azt a krumplit akkor így héjjel, hogy egy nyugra gondolom. Akkor a forró sütőt, persze van. Levegyem a tetejét, persze. Kell levenni a héját, az adja meg neki. De azt levegyem onnan a tetejét, hogy nem lesz? Nem, jó. Jó, és akkor, mert anyám a spargelba csinált ilyeneket. Volt egy lepket, a karácsony előtt este. Hogy karácsonykor már nem tudtunk. Igen, nem az volt, hanem új, úristen. Isten, már ég, már látom a szőre is véget tudnak. Igen, megy. Minden rendben van. Az egész fényképész mozog. Ez biztos UFO, mert nincs az akvarián szőr. Így van. Jó van az már, az minden ég. Robi. Hát Robi, már Mucius C-valát látom szemben. Ott a futósnál. Nagyon jó. Tedd rá gyorsan a platnit. A paella sütő. A paella sütő. Azt kérem szépen, amíg a Robi előkészül, gyorsan mondom, hogy úgy volt, hogy karácsony előtt este csinálták ezt a halászlevet. Mert mindig úgy szoktuk évről évre. Volt. És ugyanez a folyadékbevitel is történt, ugyanúgy, mint ott a DM mögött, ott az a rejtélyes kis utcában. És hát általában ugye egy ilyen fatüzeléses történetnél úgy változtatunk a hőmérsékleten, hogy a láncon azt a kis S-vasat mindig egyen föntet tesszük, és lent pedig nem így, mint itt egy gázpalackkal, rendesen tuskóval oda volt téve minden, természetesen úgy, mint egy egyiptomi piramis, a hegyek egyre magasabbak jöttek így a tuskóra, és hát ugye volt egy ilyen állapot, én most azt nem tudom teljes egészében leírni, hogy Fati az így állt egy kicsit, tehát volt benne már egy ilyen... Szegény Fati, ezt már hány helyre, egyébként a Fati, az abbosom a Faterből lett elnevezve, és nagyon jól tüzel meg a bográcsa, ezért most Tűzi Fatinak hívom. De nem iszik ő annyit, csak akkor iszik sokat, amikor együtt vagyunk. Már akkor ne így mondjuk, megszédült. Tehát megszédült. Nem iszik ő annyit, mert mi egy házban lakunk. Benne volt a feszültség a karácsony miatt, hogy a felső dísz meg fölrakja a karácsonyfára. És közben pedig volt egy olyan mondat, ezt most csak már magunk között vagyunk, azért mondom, ritkán lehet ez, hoppá, ő kapós lesz a kumpli. Volt egy olyan mondat, az így szólt, odahajolt a Robi hozzám, azt mondja, ez életem legjobb halász lett. Most érted, ez egy szakástól, tehát az, hogy magunk között vagyunk, és ezt így kimondja, azt éreztem, hogy érzelmileg ebben van egy súlypont, másrészt, hogy őszintén, mert ő is azért így nézett, hogy őszinte kifejezés volt, hogy így volt a szemem, így, és mondta, hogy életem legjobb halász lett. Ezeket a maradékokat, tehát egy nagyon olcsó cipőt akart ennyi. Ezt nem veszed, ugye? Nem, hol? Ez benne, hol lesz? Úgy is. Jöjj a YouTube-ra, mert a Karcsi engem megjön. Nem, fél. Az egész kedves vendégek, oda mennek a versenyzők, egy picit kérhetek, és így elővesz rögtön egy ekkora edény, hogy azt mehet le, úgyhogy utána az egész versenyed a urama. Így is ez volt, cipész elvitt, milyen adagol, innen főzünk, Fatinben mondjuk, hogy szédült, tehát este volt, kicsit saras volt a talaj, úgyhogy én kiköszekeljen a papírdobozom volt berakva, hogy ne csúszunk, ezért az egész folyamatosan csúszkált mindenki. Mindenképpen érdemes lesz majd kóstolgatni, adni fogok szépen egy kanalat, jó? És akkor mindenkinek egy ilyen kis picike, kis szolid adagot nyugodtan oda lehet adni. A legjobb valami lelkegyes, jobb az általában nem szoktak nevetni, de a humoriasabb vagy jobb nevelt emberek szintén nem kell. Vagy legalábbis csak akkor, amikor van nem már. Olyan is tudod, hogy lehet már. Engedi szó, igazából sajnálom.
Köszönöm.